Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez lesz az eddigi legbrutálisabb videó. Hát itt láthatjátok már, hogy egy ideje pakolgatunk, és megizzadtam. Itt vagyok természetesen Kovács Tominál, nélküle esélyünk se lenne ezt végigcsinálni. Szóval az történt, hogy eszembe jutott, hogy amíg dolgoztam a hangszerboltokban, folyton jöttek be az emberek, és akkor kérdezgették, hogy mi a különbség a húrok között, hogy mivel jobb az Elixir, mint az Örniból, meg a Daddario, meg a Rotosant, meg minden. És arra gondoltam, hogy egyszer s mindenkorra vessünk véget ennek. Így is. Ilyen márkák közötti tesztelést én még nem nagyon láttam. Nem a vastagságokról fogunk beszélni, mindegyik húr 9-es, de Tomival összeültünk és kiválasztottunk 11 darab. 11. 11 darab nagyon fontos húrt minőségben, anyagban és hogy hívják ezt? Bevonatosságban, tehát hogy mindegyik egy-egy nagyon fontos húr. Van itt Örniból, van Daddario, Elixir, New York XL, Rotosound, meg GH-s, és mindegyikből több is, szóval nem lesz egy egyszerű folyamat, az lesz, hogy elkezdjük az elsővel. Azt nem, tehát, ami... nem, nem. Nem? Utolsóval kezdünk. Az utolsóval kezdünk. Tomi áthúrozza a gitárt, és jövünk vissza a másodikkal. És ez fog menni 11-szer, és mindegyik húrnál megnézzük, hogy hogy szól. Mindegyikkel fogok játszani tiszta dolgokat is, és mindegyikkel fogok játszani torzított dolgokat is. Annyit még most gyorsan itt elmondanék, hogy majd a Patreon oldalamon a csak pusztán a hangmintákat egymás mögé vágva megtaláljátok majd, és onnan letölthetitek. Szóval hát remélem, én nem tudjátok, hogy nekem nincs ehhez jó fülem, meg minden, de remélem, hogy fogunk hallani valami különbséget. Én leszek az, aki inkább az érzésekről fog beszélni, hogy milyen érzés rajta játszani, mennyire csúszik, vagy mennyire ragad, vagy mennyire könnyű nyújtani. Tomi meg majd elmondja az összetételt, a belsejét, a külsejét, a tekercselést, meg mit tudom én, hogy mit kéne hallanunk, én meg majd megmutatom, hogy mit hallunk. Szóval baromi izgatott vagyok. Ja, hát és akkor még ne felejtsük el, hogy... Kaptam az Ibanezéktől, nagyon rendesek voltak ehhez a videóhoz. Hát ez egy Prestige AZ2204B, hogyha jól emlékszem. HSS Tremolo 22 bunt, tehát igaziból ez egy ilyen standard strató. Nem hiszem, hogy a gitárban bármi kivennivaló lenne majd. Ő azért eléggé profi kis cucc. Illetve itt van mellettem a legújabb Blackstar erősítő, hogy mégse vonalból csináljuk már az egészet ilyen digitális őrültködéssel. Illetve hát annyi, ez a legújabb St. James Blackstar cucc. Tehát mi itt fogjuk hallani, és majd a mikrofonban ti is fogjátok hallani, majd valószínűleg ennek a hangját. De digitálisan is rögzítem az egészet, ott abban a kamcsiban mutatom, hogy itt van a laptop. Ugyanis ez az erősítő egy olyan új cucc, aminek van hangfal szimulált kimenete. Azt fogom én fölvenni. De majd megnézem, hogy összekeverem-e azzal a jellel, amit itt a Mixi vesz, mert szerintem elég bele fog szólni mindenben. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, ez majd a keverésnél derül ki. Na mindegy, az a lényeg, hogy baromi jól fogunk szólni. Blackstar, Ibanez, különböző húrok. Ja, és a torzításhoz még egy Kasléder Crazy Little Thing boostert fogunk igénybe venni, hogy rendes már-már high gain szandunk legyen. Hát ezt most jó gyorsan ledaráltam. Ja, még annyi, hogy ugyanezt megcsináljuk akusztikus gitárral és basszus gitárral is. Tehát most itt három napig őrületek lesznek, Tomi szerencsét lesz, szerintem ez alatt a pár óra alatt annyit fog húrozni, mint egész nap előtte. Szóval örök hála, Tomi. Ja igen, Lovag utca 6, már tudjátok, bármi van, Tomi segít. Tomikám, elkezdjük? Ezeket a régi béna húrokat, ami rajta van, azt levágod? Na, intézem. Ezek most 10-es húrok, amik rajta vannak, de hát én 9-esekkel játszom, úgyhogy szerintem mindegyik 9-es lesz, nem variálunk sokat. Kezdődjék az első etap. Ja igen, még egy fontos dolog, hogy én, és ez nem akarok senkit befolyásolni, ez a videó nem úgy készült, hogy megkerestem húrszponzorokat, és megtámogatták, és azt mondták, hogy arra mondd azt, hogy jó. Én Daddario húrokon játszom már nagyon régóta, tehát az EXL 120-assal fogunk kezdeni, amin jelenleg is játszom a saját gitáromon. Nekem ez a referencia húr, ezt ismerem, ennek ismerem a hangját, ezt ismerem, hogy hogy szól. Na és még csak annyit, hogy ez is ilyen hangszerbolti tapasztalat, amit itt Tomi leszedi a húrokat, hogy igaziból egyik húr sem feltétlenül jobb, mint a másik. Mi nem arra fogunk menni, hogy az egyik húr rosszabb, mint a másik, hanem pont az, hogy azokat a nüansznyi különbségeket mutassuk meg, ami miatt nektek jobb lehet. Természetesen mondjuk a húrok tartóságáról most nem fogunk tudni beszélni, az nem derül
ki egy ilyen rövid tesztben, ez nyilván majd a saját bőrötökön megtapasztaljátok. Ami nagyon fontos, hogy ha igazán ki szeretnétek tapasztalni egy húrt, akkor azzal nagyon sokáig, nagyon sok helyzetben kell játszani, mindenféle nyári buli, téli buli, tehát hogy nagyon sok minden múlik. Ez a videó most pusztán a Sandra megy rá. Kész vagy, Tomi? Nem. Akkor itt van, és kezdjük. Röpke pár perc alatt még be is kellett állítani. Hogy ne? El is készültünk, most már fönn van, és mutatom, mert ez is baromi fontos. Ugye ő a EXL 120-as, remélem látszik, rózsaszín, de vákumos csomagolásban van, illetve a bogyók színkódokkal vannak ellátva a húr végén, tehát véletlenül se tudod eltéveszteni, hogy melyik húrt hova kell dugni. Igen. Még mielőtt, Tomi, elmondod a szakmai véleményedet, azt terveztem, hogy felolvassuk a reklámszöveget a gyártó oldaláról. Mindegyiknél hát, ugyanaz. Mindegyiknél eleve azt írja, hogy mindenféle stílushoz ideális. 1974 óta gyártják, a legjobban kellendő, a legkelendőbb húrjukról van szó, ez az XL széria. High Carbon Steel Core, ez a mag és nikkelezett, de most már tiéd a szó. Nem, valahogy a lényeg ennyi benne van. Tehát az a magas széttartalmú acél maga magja, nagyon fontos, hogy a rugalmasságát ez adja meg a húrnak, ez adja meg a sűrűségét a hangnak, a nikkel bevonása pedig a fényér, aha, a fellős. Nem igazából lehet erről túl sokat mondani, mert olyan dolgok, amik igazából a különbséget adják, azok gyártók tudják egymásról pontosan, de mi nem húrmérnökök, ezért nem főkönnyű, hogy pontosan hol a titok, hogy ez miért szól másképp, mint az, mint ez, az. Ez a húr, ez egy tényleg egy teljesen általános felhasználású, ez egy, mit tudom, Ford Focus, vagy nem tudom, így kell, vagy Suzuki Vitara most már, hogy ez nagy valószínűséggel mindenkinek jó lesz, én úgy gondolom, hogyha nincsenek külön speckó igények, akkor ezzel érdemes mondjuk kezdeni. Az én tapasztalataim szerint. Abszolút. Ami nagyon fontos mellett még, hogy nagyon, a gyártás nagyon megbízható. Nincsenek hibás húrok, nincsenek bele probléma, hogy jaj, hamis, igen, jaj, szakad, ilyen nincs. Ezt el lehet felejteni. És még mielőtt, most már tényleg kezembe veszem a gitárt, de hogy a Daddario-t azért nagyon sokáig nem ilyen jó minőségű húrként ismertük. Tehát mit tudom, hogy 10-15 éve ezelőtt azért ez az volt, hogy ez rossz. Csak ne. Csak, így, csak azt ne. De hogy ott akkor megváltozott valami a gyártás technológiába, és azóta viszont te? Nem. Te beszélt a cégbe. De voltak egyszer nálunk a hanszerboltban a Daddariósok, és mondtam, hogy mondják, mi történt. Ja, egy pocsék rossz húr volt, néztek rá, mit, és valami történt. Aha. Ja, hát igen, hát vettünk egy kohót, és ja, amit a kohó meg volt, előtte nyilván csak vásároltak a húzalt valakit, és úgy csináltak a gitárhúrokat, és amikor megvették a kohót, akkor ők acélt ők gyártották, olyan acélszerűvel, ami ők akarták, ja, és onnantól kezdve nagyon helyreállt is patent. Oké, és akkor gyorsan még csak annyit, hogy tiszta szand, nyaki heat pickup, aztán torzió, valaki hív. Édesanyám. Szia, mami, mindjárt visszahívlak. Torzió, ott is nyak és hit, kb. Ezek lesznek a hangminták. Szerintem nézzük is az elsőt. Ez volt a tiszta szand nyak, tiszta szand híd. Hát itt viszonylag azért kevesen használják így a híd tisztát, de. Torzióval viszont annál gyakrabban, és akkor ez pedig nyakon először.
És akkor... Zs. Olyan, amilyen szokott nekem, tehát hogy a maga az érzet, az pont olyan, nyilván a gitár egy picit fura, mármint hogy más, mint amit megszoktam, de a nyújthatóság, a csúszóság, a visszajelzések, mind a pengetős kézről is, meg minden, nekem ez szokott működni, ez a húr. Húrarány. Húrarány? Igen. Különböző más a húratnak a feszessége. Nekem az... Igen, én ehhez vagyok hozzászokva. Balansz, igen. Én ehhez vagyok hozzászokva, igaziból ehhez képest tudom a többit mondani. És még azt akartuk itt elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ez az egész pusztán amiatt, mert mi mondjuk, szubjektív lesz. Tehát, hogy tényleg nem akarunk senkinek se rosszat, de extra jót se, tehát el fogjuk mondani az őszintét, amit gondolunk a húrokról, a saját tapasztalataink alapján. Oké, szóval ez volt a Daddario EX-el 120, megyünk tovább, mi legyen a következő? A legnagyobb rivális, ami közvetlenül szorosan, mögötte, mellette, előtte, fölötte, alatta, bárhol. Igen, mutatom, az, igen. Igen. Ez az Ernie Ball Super Slinky 942, hát ezt a csomagolásról szintén nagyon könnyű megismerni. Legalább ugyanannyian használják ezt, mint ezt, tehát hogy abszolút nincsen köztük különbség, szerintem árban se nagyon, tehát nagyjából ugyanoda vannak belőve. Felteszed ezt is, Tomi? Mint a szél. Hajra. Kegyetlen érzés volt látni, hogy Tomi egy perc használat után levágott egy vadi húrt, és pazarlás. Ment a kukába, de mindent a tesztért. Na hát és akkor a következő az a Ernie Ball Super Slinky, ahogy mondtuk is. Itt már máshogy van megoldva a csomagolás, ugye ez is vákumcsomagolt, de itt a külseje van összeforrasztva, és a húrok pedig egyesével vannak külön papírokban, tehát igazából itt sem lehet eltéveszteni. Nem. Itt nincsenek színkódok, de mindegyikre rá van írva, hogy melyik húr, melyik. Mit igen, kell tudni erről a húról, Tomi? Kiveszed a zacskóból és felrakod. Nem, gyakorlatilag igen. Nem egyébként ki az asztalra, mert akkor össze lehet keverni. Várjál, meg is nézem, hogy mit ír róla majd a izé, de mondja te előtte a te tapasztalataidat ezzel a húrral kapcsolatban. Itt Ernie Ballnál sincsen minőségi gond, minden húr hibátlan, nincsenek itt sem hamis húrok, nincsenek sodrás hibák, hibátlan a húr megint csak, de egy teljesen más típusú húr, mint az EX-el volt, vagy a Daddario volt. Ez, bocsánat. Nagyon hasonló, és mégis nagyon más. Egy sokkal, sokkal lágyabb húr érzete is, játékérzete is. Hát hangra meg fogjuk hallgatni. Meg fogjuk hallgatni. Most hirtelen nem találtam meg a hivatalos oldalt. Nickel plated, tehát igaziból ugyanaz, mint az nagyjából ugyanaz lesz az egész. Szerintem, hogyha felmegyünk a hivatalos oldalra, ott is azt fogják érni, hogy ez a legjobb húr, minden. Így van, a legjobb, hogy gyártják, és félvileg ezt használják. Igen. Amiben szerintem egyébként nem is tévednek nagyon. Oké, és akkor jöjjön a tiszta nyak. Megpróbálom ugyanazt játszani, nem ígérem, hogy, de nagyon hasonlót igyekszem, mint az előbb. Ugye? Igen, más, mert érzésre is más. Nekem ez egy picit ilyen, hát nem tudom, finomabb, kevésbé... Elasztikusabb talán. Igen, de... Igen, de én arra emlékszem, hogy amikor én váltogattam a 10-es Daddariót és a 10-es Ernie Ballt, akkor a 10-es Ernie Ball nekem az akkor feszesebbnek tűnt, mint a Daddario. Mert hogy volt egy nyúlási pont, amikor sokkal nehezebb volt az Ernie Ball-lal játszani nekem, és ezért maradtam a Daddario-nál. Most itt ezt a 9-esnél nem érzem annyira. Finom. Egy fontos dolgot, hogy mondjunk el azért, miért csak melyik szösszenet. A húrnyújtást
Nagyon ésszel. Tehát a húr nyújtása... Amikor felrögtetek, a friss húrnál gondoljatok. A húr benyújtása az gyakorlatilag jelenteti a húr végét is, mert meg lehet ölni a húr gyakorlatilag. Pont azt a rugalmasságát, amit értékelünk a húrban, azt az a benyújtással azt némileg elveszíti normális módon, de nem szabad, mert ha túlnyújtjuk, akkor gyakorlatilag azzal öljük meg a húrt. Tehát nem szabad túlhúzni a húrt. Ennyi. Túlfeszegetni, csak finoman hagyni, hogy beálljon magától, igen. Jöjjön a... Neki az is lehetséges, hogy egy túlhúzástól egyszerűen feszesebb lett a húr, úgyhogy okay. Apróságú. Jön a tiszta szand híd. Ez teljesen más hang, ez őrületes. Sokkal lágyabb, nem annyira harsogó, vagy nem tudom. Ez őrület. Igen. Mármint, viszont, hogy soha nem teszteltem még így, ilyen gyorsan egymás után. Ugyanaz a gitáron. Igen. Nagyon ugye, fura. Igen, érdekes, hogy nyilván nincs annyi presence például, nincs annyi, a csillogó fénye nincs annyi, mint például az XL-nek. Pontosan. Hozzá, de ezért kell, hogy próbálják, hogy ez másra való. Jöjjön a... Z. Az közepes Z még a... Ja, nyakén. Ez sem annyira, olyan, mint hogy kevesebb gény lenne, vagy nem tudom, tehát olyan finomabb az igen, egész nekem. Igen, kellemesebb, igen. Nagyon érdekes. Kicsikét nem tudom, tehát, hogy nem, ez nem feltétlenül minden esetben pozitív a kellemes. Igen, igen. De az is nyilván minden, tehát hogy kinek mi a fontos. Hát ez őrületes. Ez baromira hallatszik. Játékérzetre egyébként így, hogyha vaktesz lenne, nem hiszem, hogy meg tudnám mondani. Nem hiszem, hogy meg tudnám. Arra nem, arra én sem egyébként. Csak hangra. Ja. Na oké, és akkor nézzük a mindent bele szandot. Hogyha vastagabban szól. Igen, igen. Érdekes. Nagyon érdekes. Nem itt, hanem... Jó, fönt, szól, fönt, igen, 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 igen. Ez jó érzés rajta játszani. Nagyon jó. Ez nagyon érdekes. Tovább. Tovább, oké. Okay. Mi a következő, Tomi? Hát most választhatunk, igen. Egy másik márkát választunk, vagy egy másik típusú húrt. Na hát ezt döntsük el. GHS vagy? Rotosand. Oh. GHS. Jó, legyen a GHS. Fel is kerültek a GHS Sub-Zero Boomers gitárhúrok. Ezek is egyesével vannak csomagolva, és ráadásul egyesével vákummentesen. Ez ilyen csak egy kis boríték, a dizájn csomagolás. Előzetes ismeretek, tapasztalatok, bármi, amit tudni kéne? Magam magja a kölkeresztmetszet, és ami fontos még, hogy ezek ugyanak meccsen Sub-Zero húrok, hogy lehűtik a kész húrt mínusz 184 fokra, és onnan szépen melegítik. És ez miben kéne, hogy megjelenjen? Vagy mi az előnye ennek? Azt mondják, hogy a korrózió gátlás, de van azért más is. Talán nem pont ez a húr, de hogy volt egy másik márka, Dimmelki Blue Steel húr, ami ugye arról híresült el, hogy ők azt abszolút, tehát mínusz 273 fokra lehűtötték, abszolút lafokra, ott ugye elvilegben az anyagszerkezet megváltozik, a fémszerkezet is, és onnan szépen előzött módon megérik vissza normál
szobahőmérsékletre, és valamelyest megtartotta azt a fajta szerkezetet, amit abszolút nulla fokon, és az egy borzalmasan jó húr volt, már gyakorlatilag nem is eltűnt, de hogy valami hasonlót akartak elérni ezzel is. Én még olvastam az izéjükben, olvastam a leírásban, hogy az a mondás, hogy annyira úgy szól, mintha egy rozsdamentes acélhúr lenne, de olyan játékérzettel, mintha sima nikkelezett. Mármint, hogy ez is sima nikkelezett, csak ugye a szand az, ami a... Na mindegy, nézzük szerintem. Elindítom a felvételezést. Teljesen máshogy szól, nekem. Középhiányosabb? Igen, a igen. Magasokat nagyon ír, azok nagyon, igen, szólnak. És az nekem az alja is eltűnöget egy picit, mármint most az Ernie Ballhoz képes mondom. Nagyon-nagyon hallatszik. Olyan, mint teljesen más. Oké. Okay. Érdekes, hogy viszont amit nem beszélünk arról, hogy a játék stabilitás annyira pengélyesen játszottál rajta, viszont hogy biztos, hogy a játékérzet neked biztos vagyok, hogy a konkrétan ott van, mert különben, ha nem, egyszerűen hallani a játékodon, hogy nagyon pedinás volt a játék. Teljesen, arra nem panaszkodhatom. Így az érzésre, nyújtásérzés, tehát hogy eddig mondjuk a három húr közül vakteszte nem tudtam volna megmondani az érzésre, a csúszóságra, a ragadóságra, hogy melyik húron játszom. Szand, az viszont annál nagyobb differencia volt. Nézzük a hidat. És egy picit másabb, de nem volt annyira... Igen, kereken. Igen, ez sokkal közelebb volt a másik kettőhöz, így hídnál. Kicsi torzió. Jó hangkép amúgy, tehát nem... Nekem a GH-s a fejemben az sose volt olyan, hogy azt nagyon szeretném kipróbálni valamiért. És egyébként sajnos... Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert így néz ki, és most én nem, lehet, hogy túlságosan naív vagyok, de mondjuk igen, tehát hogy egy Ernie-ból csomagoláshoz képest ez egy olyan kicsit ilyen, nem tudom... Ipari. Igen, csehszlovák. Igen, hát ugye húronként a vonalkód rajta van. Igen. De ez abszolút nem... Most ez nekem szimpatikus lett. Na és akkor nézzük a mindent bele. Híd, torzió. Tök jó szól. Jó, temerő a hang, igen. Így torzítóval ez nekem sokkal egységesebb volt a hangkép, mint a tiszta. Igen, érdekes, hogy tisztán középhiányos. Igen. És itt meg tök középdús, igen. Jó, egyébként ez nekem eddig ez volt a legnagyobb meglepetés a három közül. Igen. Következik a... Ne vedd le még, amíg ne siessél. Következik a következő. Jó, Roto. És ez nincs előítélet. Nincs semmi, de egy történetet el kell, hogy mondjak, és azért mondom el, mert az már nagyon régen volt, és most kíváncsi vagyok rá. Valamiért csak ilyet tudtam venni az egyik buli előtt, abban a hangszerboltban, ahonnan beszoktam szerezni a húrokat, és felraktam, és elkezdtem játszani rajta, és azonnal levettem, és elmentem máshova venni egy daddáriót, mert nem tudtam rajta játszani, úgyhogy most baromi kíváncsi vagyok erre, hogy az elmúlt, mit tudom én, 4-5 év alatt történt-e valami, és hogy fog szólni most a Roto. Roto Pink,
9-es. Én is elmondom majd utána jó. Az én sztorimat, jó? Úrasd fel, Tami. Na, csináljuk. Már fel is került a Roto Pinky Pinks 9-es húr. Hát igen, itt van egy extra feature, amit már biztosan tudunk, hogy minden egyes csomagban van egy plusz E1-es húr. Hát reméljük, hogy nem azért, amiért gondoljuk, de azért nem egy rossz gesztus alapvetően. És ott mivel csöröksz? A biztos jó gyártás technológia miatt bele kell tenni egy pár elszívót, hogy nehogy benne maradjon igen. Valami. Jó, egyébként ez is légmentesen zárt csomagolásban érkezik, illetve színkódokkal vannak itt is, de itt kettesével vannak. Lehet, hogy ez valakinek egy picit megbonyolítja az életét, de alapvetően túl nem lehet ezzel is élni. Mi volt a sztori Darotóval? Hát pont ugyanaz, mint amit most átéltük. A főrakás pillanatában már én problémák ütköztem. Nem szeretem, hogy lefogok egy hangot és kettő szólal meg. Az úgy nem a kedvencem. Gyakorlatilag a lényeg az, hogy ugyanígy felraktam a húrt, hogy te, buli előtt, csak én csináltam rajta. Trink, és fogtam a fogót, így vágtam le róla. Hasonló. Oké, de mindegy, hát most lehet, hogy már más az egész, úgyhogy hallgassuk meg. Így tiszta lappal. Tiszta. Ja, és még bocsánat, utolsó, csak mondtad, hogy ezt mondjuk el, hogy olyan helyről érdemes húrt választani. Igen, ahol nagy a pörtek, hogy olyan boltokból, ahol nagy a fogyás, akik hivatalos helyről vásárolnak, és hogy nagyon gyorsan pörögj át az előkészlet, mert a húr akár fél év alatt, nem fegyetlenül, de fél év alatt történtek olyan dolgok állásában a húrral, amitől az anyag szerkezete megváltozik, a rugalmasságát veszti, tehát a széntartalmát veszti az anyag, és nem fog jól szólni már a fél, hiába nem volt bontva a húr, az nem fegyetlenül számít már újnak. Úgyhogy ne tároljunk be húrokkal, igen. Ne vegyünk egyszerre 10 darabot, ha egy gitárunk van is, nem, nincs értelme, azt mindig frissen vásároljuk. Olyan helyre, ahol tényleg nagy a fogyás. Tiszta hangszín, nyaki hangszedő. Én most megmondom őszintén, hogy nem tudom eldönteni, mert érzésre most nem volt olyan rossz, mint amilyenre emlékeztem. Szólásra mit mondasz te? Hát nekem az a bajom, hogy ha végigpengetjük külön a húrokat, egyszerűen másképp szól, hogy erősebben tép meg a húrokat. Halk, nagyon magas, tompa, és egyszerűen széthullik az egész. Hogyha nem egy ilyen tedekről játszol, hanem mondjuk, hanem és itt ilyen fák és a bontogatás, mint hogy ebben szimpla húros bontogatás, akkor egyszerűen olyan össze-vissza szól a hangkép, hogy borzasztó. Ja. Nézzük meg a nyaki pick-up-pal is. Hát már itt most hallatszod a DG között. Ez nem egy hang, ez a baj sajnos, hogy ez a hang, ez önmagában hamis. Oké. <Okay. gül> De tegyük hozzá, tehát lehet, hogy mi fogjuk ki mindig. Igen. Mert nyilván vannak hibás készedek itt-ott. Meg, hogy nagyon, nagyon jó gitárosok játszanak a Rotosound húrokon, meg biztos, hogy nagyon sokan játszatok is Rotosound húrokon. Mi kifogtuk, hogy ez megint. Ez lehet, hogy pont abból a... Háromból három. Na nézzük akkor a kicsit torziósat.
Ez hogy volt? Kicsit fullad is egyébként, itt nem, tehát hogy nem, nincs az a száz tény, mint az előzőeknél volt. Intenzitás nulla. Igen. Tehát, igen, igen, de ha te gyakorlatoknál nem hallja annyira. Ja, ja, ja. Ilyen, ilyen mik azok a angol ilyen brit pop ügyek, ahol csak ezek, ilyenek mennek? Brit pop. Na, bocsánat. Igen, azok. Na, hát ott, 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 nem, ő, ott lehet, igen, hogy jó. Aha. Na és akkor nézzük még meg a torziós nagyon híd. Az van, hogy nekem ami a legjobban főtűnik, hogy az, mondjuk a három tekercselt húr, az nem annyira rezeg, az a fulladósabb. De mondjuk az igaz, hogy mondjuk így nem rossz, de hogyha izé van szólisztikusabb játék azokon, akkor az a nekem most így például, az föltűnik. Olyan, mint a bóti hús. Igen. Döglet. hát... Eddig erre cserélném le a Dead Dario-t a legkevésbé megint. A másik kettő, a GS meg az Ernie Ball, az nekem meglepetés volt szólásban is, meg érzésre is. Nekem a Roto továbbra sem lesz a favorit. Ennél már csak jobb jöhet. Következő, Tomi, mi lesz? Akkor most a Nickelesekkel meg vagyunk, szerintem. Aha. Ezeket direkt hagyjuk a végére. Jó, oké. Okay. Hagyjuk a végére. És akkor most jönnek a különlegesebb hangú húrok. Ezek mondjuk, nézzük ezt a három Ernie Ball-t, ami csak anyagámmal lesznek különösek. Most nem azt mondjuk nézni, milyen minőség, hanem hogy mitől más egy Pure Nickel, mitől más egy Cobalt, és mitől más lesz majd a rozsdamentes acélhúra szépen sorba valamelyikkel. Kezdjük a Cobalt-tal. Kezdjük a Cobalt-tal. A legkülönlegesebb. Oké. Okay. Már is felkerült a Cobalt. Én nekem van vele tapasztalatom, azt gyorsan megosztom. Uh-huh. Használtam ezt a húrt, és én nagyon szerettem, nekem egy nagyon nagy jelű húrnak tűnik, és egyébként ezt írják is róla, ami nekem egyébként, tehát hogy nekem egy picit drága volt, mert én amikor sokat játszom, akkor azért két hetente cserélem a húrjaimat, és nem azért cserélem feltétlenül, mert elmegy a fényük, meg elmúlik az érzés, hanem mert félek, hogy elszakad egész egyszerűen. És ez elvileg ez tartós húr, tehát hogy erősebb, mint mondjuk egy normál húr, de ennél is féltem, és nekem ahhoz drága volt, hogy ezt folyamatosan tudjam cserélgetni. Egyébként meg Sandra nekem tetszett. De ez is már évekkel ezelőtt volt. Tomi? Első benyomás? Hát te bármi tapasztalat. Az összes gitáros neve itt van. Igen. De emlékén, nekem, tehát hogy most felraktam, és nagyon stabil a húr, rögtön beállt, nem kellett nagyon, nagyon nyújtogatni, 86-szor áthangolni, tényleg egy nagyon kis stabil húr. Furcsa nekem azt mondja például ez a papír itt, hogy ennek van a legnagyobb kimélő jelszintje, igen. És akkor utána a Nickel, és legvégén a rozsdamentes, hát én rohadtul nem ezt tapasztaltam, mert a rozsdamentesnek nyilván sokkal nagyobb jele van, mint a Nickelnek, aha. De ezt majd ki fog derülni. De én meg azt érzem, hogy egy borzasztóan dinamikus, de egy erős tartalma van dinamikája, tehát egy borzasztó erős az egész. Hát igen, elvileg ez a Cobalt, ez egy jobban
mágnesező, nem tudom micsoda, tehát hogy jobban mág, a pickupok jobban erősebb jelet kapnak azért, mert jobban mágnesezett ez a fém. Nem tudom elmagyarázni, de valami ez a, de valamennyire. Nem véletlenül gyártnak ebből a hangszerű mágnest is. Igen. Oké, nézzük a tiszta hangszín, híd, nyak. Igen, hát ez egyértelműen hallatszódik. Az eddig a legkiegyensúlyozottabb egyébként. Igen, így. És egy nagy ilyen, ilyen érzésed van már ilyenkor is. Hát megnézzük híddal, hát azt szerintem... Ja, bocsánat, itt közben a tremolót. A kanapé megtremolózta. Kompresszor, tegyük hozzá. Igen. És igen. Mégis az érzés, mintha kompresszával lenne. A játékérzés meg egyébként. Igen, amikor már régebben használtam, éreztem, hogy valahogy ennek a tekercselése az jobban érződik. Tehát nem annyira smooth az egész, hanem úgy, ez egy kicsit meg kell küzdeni ezzel a húrral. És, Silk touch. Silk touch? Azt írják, hogy silk touch. Nem silk touch amúgy, tehát abszolút nem silk touch. Szerintem ez, én azt gondolom, hogy ez kifejezetten ilyen high-gain-es dolgokra a legjobb húr. Nyilván mást is lehet rajta játszani, de arra szerintem biztos, hogy nagyon jó. Nézzük is meg, hogy mondjuk, hogy szól ez. Kisebb torzítóval a nyaki. Igen. Érdekes, hogy Föld viszont... Most nem szólt, nem volt akkor a sustain, igen. Elindul a hang is. Most nem ameddig szól a hang, igen. Hanem nagyon beszóval. Jó, tegyük hozzá, ez egy pici gain még, tehát hogy... Jó, csak hogy ilyen vit, én nem is gondoltam volna, hogy ilyen vit és nyafogó hang ilyen, jó kijön belőle. És akkor szerintem ami a terepe. A mocsár, igen, sorry. ez dög. Én is azt gondolom, hogy ennek a húrnak ez a szand áll a legjobban. Nem kell sokan jövőszerűen ragozni. Nem, ez a húr, nekem ez a húr a fejemben az erre való, és ez, most is azt tapasztaltam meg. Szóval, aki egy nagy jelű dög húrt keres, annak a kobalt, az biztos, hogy jó választás. Nem a legolcsóbb nyilván, mert ez már ez egy speckó. Az csak egy szempont. Igen, az csak egy szám. Mint az életkor. Nem, nem annyira smooth az egész, de dög, és ez pont lehet benne szeretni. Mi lesz a kövi? Stainless steel. Oké. Okay. Ami powerben szerintem nagyon hasonlít a kobalthoz, de majd most ki fog derült teríteni, hogy ez most pont itt tényleg így van-e. Oké. Okay. Csapassuk. Hajrá.
tényleg stíl, semmiféle tapasztalatom nincsen vele, soha nem próbáltam még, úgyhogy baromi kíváncsi vagyok, Tomi, neked. Én szerettem, szerintem 20 éve, igen, akkor metal korszak volt rettenetesen, és volt egy PV, Stainless Steel Hull, imádtam, elképesztem, yeah. Borzasztóan nagyon jó szólt, aztán nyilván eltűnt meg, nem lett, de hogy nagyon szerettem. Amit most észrevett, igen. Igen, hogy ugye ez a három sodor húr az mindenképpen Stainless Steel, de a három sodratlan húr az tökésen megegyezik. Pontosan. A száma a Shiba Super Slinkinek, a nikkelesnek a három vékony húrjával, tehát abban ne keressünk különbséget. Igen. Úgyhogy... A vékony húrok, ugyanazok a vastag húrok, és itt is acélmag van, rozsdamentes acél tekercseléssel, gyakorlatilag ennyi. Tényleg lövésem sincs, hogy mit várhatunk. Jó, tehát tiszta hangszín, nyaki hangszedő. Mintha nem menne mély húr konkrétan. Igen, igen, igen. De nem tudom, hogy nagyon furcsa ez a hangkép. Mert igen, hogy teteje van, de nincs olyan erő benne valahogy. Szerintem nem erre készült. Nem erre készült? Aha. Nézzük meg még azért a hiddal. Ez egy... De, igen, olyan, mintha csak atak lenne. Igen, nulla sustain. Igen. Pukkog. Igen, pukkog. Ez a helyes pukkog. Magyar kifejezés erre. És akkor kicsi torzió. Most azt mondom, hogy nem baj, hogy nem próbáltam eddig az acél. Igen. És akkor még a maradék. Ugyanaz. Ja. Ez a... Ez ezt el egy 50-50-en, vagy bármilyen a HG-en. Ja, ja, ja. Jó. Ez a 10 órás pregnánság. Igen. Lehet, hogy ez akkor egy ilyen, tényleg egy gyors furcsa metál. Igen. Furcsa hangkép, mert egy hiányosnak lehetne érezni, de... De lehet, hogy pont ez tényleg a metálban. Hallgatsz egy jól szóló metál muzsikát, az nagyon hasonlít. Egyébként, de az érzésre... Meg picit a kobalthoz tudnám inkább hasonlítani, a játék érzés. A nyúlás az nem vészes, de így a ragadóság, igen. Meg a... De holott közben meg úgy érzem, hogy ez nem annyira durva anyag, mint a kobalt, de valahogy mégis az a feeling jön be, mint a kobaltnál. Speciális húr nyilván. Igen. Tehát nem véletlenül nem használja ezt mindenki. Meg kell találni a helyét, hogyha... Nyilvőségben a húrod nagyon jó, ugyanúgy... Meg hát ugye, amit írnak még, bocsánat, hogy mivel rozsdamentes, ezért tovább tart elvileg, nem megy annyira gyorsan szét. Kitehetjük az esőre és gitáros túl. Az alsó három húr.
Csak. Igen. Jó, viccelődünk már. Oké, mi lesz a következő, Tomi? Gyúrni kell. Na, igen, ezt már próbáltam egyébként, igen. Majd akkor, amikor feltetted el mondjuk a véleményünket. Ez is egy szélsőséges dolog. Igen, abszolút. Úgyhogy ezt is majd igyekezni kell, mint objektívebben igen. Nézni, mint ehhez. Elvileg ez pont ennek az ellenkezője minden szempontból. Na hajrá! Csapassuk! És már itt is vagyunk a következő tesztpéldánnyal, Rock and Roll Super Slinky. Mondjuk el itt is azért, hogy itt is a tekercsert húrok a Pure Nickelek. Igen, az alsó három az... Megegyezik a... Közösebb a felső három Stainless Steel-nek a három vékonyára, meg a... Normál. Meg a Super Slinky-nek, a Nickelsnek a... Igen, a én már próbáltam, most nem emlékszem, hogy ezt, tehát nem emlékszem, hogy Ernie Bolt, vagy más márkát, de próbáltam Stainless Steel-t, és... Pure Nickel. Bocsánat, Pure Nickel-t, igen. És nekem az... Kicsit ilyen vintage szandot, nem tudom máshogy megfogalmazni, kicsit kevés magas, ilyen puha, nem volt annyira gyors, nem tudom, nekem akkor éppen az nem vált be, de nem volt egy rossz húr, csak nem azt a szandot hoztam, amit én kerestem. Uh-huh. Neked bármi tapasztalat? Egy bedugás nélkül nekem nagyon jó volt a hang. Aha. Pregnás, ilyen dús, telt hang, hogy ebből a hangszerekön keresztül mi jön, mert nyilván itt a magnetikus része nagyon fontos, de hogy maga a szimpla akusztika nagyon jó. A húr nyilván kiegyensúlyozott. Igen. Itt, hát bocsánat, nem mindegyiknél olvastuk fel, mert például az Ernie Balloknál nincsen ilyen Uber marketing szöveg, hogy ez a legjobb húr a világon. Itt ennél sincsen, de meg azt sem tudom, hogy az előzőeknél elmondtuk, de mindegyik légmentesen van zárva, így vagy úgy, tehát vagy a külső csomagolás, vagy a belső húronkénti. Ezért, tehát hogy alapvetően azért most már nem találkozunk olyannal, hogy egy, mit tudom én, egy ilyen nyitott nylon zacskóba bele van téve 6 darab húr csomagolás nélkül, voltak azért ilyenek, szerintem még nem is... Biztos. De hogy azért általában ezek a márkák már azért nem igen. Figyelnek ezekre. Nézzük, Pure Nickel, nyaki hangszedőn. És nekem az a melegség így nem érződött be nincs, annyi. Nem, ez a teljesen pregnánság, viszont igen, a kígyensúlyozott. Igen, tehát sokkal másabbra emlékeztem így a fejemben a régi, amit kipróbáltam annál. Nem érzem rajta, hogy ez ilyen nagyon gyenguszka lenne. Uh-huh. Nézzük a izét, a hidat. Halkabb, de nem fájóan halkabb, mert jól szól. Jól, nem, igen, azt mondta, tehát, hogy... Igen, itt ezen a hídon érződik, hogy azért halkabb, mint a többi uh-huh. nekem. És akkor... Kicsi torzió. Használ frusán, te. Ilyet? Hát basznak, hát ez akkor kéne az a haza szalambe. Igen. Igen.
Nekem nagyon tetszik. Dög. És akkor nézzük meg, hogy mennyire való ez a zúzdásgatás. Nagyon jó az a gitár, annyira vastag a nyaka nekem, hogy egész egyszer nem tudok ekkorát terpeszteni. Próbálok itt a lentebbi húrokon is játszani. Nincs metal hang, nincs. De... Egészséges igen, a hangkép. Abszolút, mondjuk igen, hát most egy fejbe, én most, hogyha mellé teszem fejbe a kobaltot, azért nem más. Igen, abszolút. Igen, de ha mondjuk el akarsz játszani egy Deep Purple nótát, akkor ebből jön már kapásom, közel van a szand, igen. Figyelj! Nem tudom kézni, sok helyre ezt a igen. hangot, igen. Ez jó. Ennek te volt valami tapasztalat így a rozsdásodós részére? Semmi, csak ha hozzak ilyet, akkor én szívesen, nagyon kevesen keresik. Aha. Nem azt, hogy fölrakom, örülök, mert jó húr egyébként, ja. De hogy hoztam ilyen, én nem használom. Így érzésre egyébként ez, az előzőhöz képest, a rozsdamentes acélhoz, a kobalthoz képest, na ez tényleg slinky. Igen. Tehát, hogy vagy nem tudom igen. mi, tehát, hogy ezen sokkal kevésbé érződik a tekercselésnek a kis rovátkái. Ez egy sokkal kényelmesebb húr ilyen szempontból. De eddig még mondjuk azt nem éreztem. Ne felejtsd, de ami a nickel húrottnak a csúszósága, ez hasonlót érzel, csak ez nem nickel bevonatú, hanem ez full nickel. Ja. Igen. Hogy belül, igen. Gyakorlatilag igen. Hogy eddig viszont, amire én sokkal, tehát hogy én azt hittem, hogy őrültebb különbség lesz majd így a nyújthatóság, játékérzet, kényelem, tehát ami nekem leginkább fontos, én most hát nem tudom, tehát egy vakteszten eddig gyakorlatilag talán a kobaltot felismertem volna meg, így érzésre. Meg a szolgamentest, igen. Igen, de az is az izé miatt, de hogy így maga a játékérzet az egyiknél se volt olyan, hogy izé. Lehet, hogy én már tök régen próbáltam ezeket a húrokat, és valamit változtattak rajtuk, de... Hát szerintem inkább mi változtunk többet, úgy gondolom. Lehet. Na mindegy, fullos, ajánlom Pure Nickel, tök jó. Ki kell próbálni egyébként, izgalmas világ. Nagyon. Mi a következő? Jó stratóra, telére. Igen. Csima. Szerintem akkor már menjünk végig az Ernie Ballokon, és azt a... Jó. Stinky Coated. Hát most már igen, akkor jöjjenek a bevonatos húrok. Még van, vagy előtte még nézzük meg ezt? Nézzük meg azt, mert ez még nem bőle. Maradjanak a bevonatosok a végére. Hú, azt nagyon vártam ezt a húrt. New York XL Dad Dario. Hát ez már egy a csomagolásra is prémiumnak néz ki. Csapassuk. Fel is kerültek a New York XL húrok. Hát igen, szerintem baromi jól néz ki a csomagolás. Ez is légmentesen zárt, ugyanaz a ezért, tehát, hogy külön színű bogyók mindegyiknél. Én amikor kijött ez a húr, akkor nagyon kíváncsi voltam rá, és kipróbáltam, és tényleg egy nagyon jó húrnak éreztem akkor. Nyilván ez is egy magasabb árkategória, mint mondjuk a sima, tehát hogy ezért ez egy drágább cucc, de jobb. A reklámszöveg az azt mondja, hogy 131%-kal marad jobban, 131%-kal tartja jobban a hangot, mint egy átlagos húr. 1 kHz és 3,5 kHz között minden gyakorlatilag meg van emelve, itt a kis ábrán látszik. Valami szakadási tesztben is jobb, és igen, 40%-kal erősebb, mint egy standard húr.
Neked bármiféle tapasztalatod így? Hát ennyire gyorsan, hogy nem hangolta fel egyik kurcsát. Fölted, és kész. Ez, és helyén van, és nem libeg, nem lobog, nem elképesztően stabil. Tehát, hogy, és nem úgy, hogy ugyan rugalmas, csak hogy nem kellett egy nyújtani. Érzésre jó. Na, nézzük akkor a szandügyi dolgokat. Ami hogy ugye régen használtam ilyen húrt, többet is, mert most is rakogatok föl, hogy viszont nem tudom, milyen bevonat van rajta, de... Ezen van bevonat? Nem, maga az anyaga, ja. amit nem tudom, mi van még a nikkelbe keverve, pontosan, mert nem írnak róla, titok, hogy konkrétan a négy ujjba egy fekete. Tényleg? Egy órát jártam, és fekete volt tőle az ujja. Van valami bevonat, ami nem zavart egyébként, mert lehetett le... Bocsánat, még mielőtt itt elkezdem, most éreztem, hogy ez egy sokkal finomabb. Tehát, hogy a rugalmasság az teljesen más, mint az eddigiek. Nagyon, tehát ennek meg van növelve a széntartalom az acélnak, ettől sokkal rugalmasabb legyen. Oké, nézzük ugyanazokkal a dolgokkal, mint az előbb. Híd, nyak. Na, gyerekek, az vagy 6-ra jöttem, és most van 10 óra. Bocsánatot kérek mindenkitől. Ez 11? 11, bocsánat, igen. Na, mert... Igen. Jó, gyerünk. Remélem, hogy ti is használjátok, amit mi hallunk itt őként, mert elképesztük ilyen. Ez, igen, kiegyensúlyozott, ez a jó szó, és jó, jó. Jó érzés rajta játszani. Oké, nézzük a hidat. Nekem ez most szandügyileg is nagyon tetszik, és játékérzetben is nagyon tetszik most nekem ez a húr. Te külső füllel? Sportkombi. Kurva, lemegy és minden belefér. Oké, nézzük a kicsit torziót. Igen. Jó érzés. Nem, közben még nem húrozunk, beszélgetünk két szót, és hogy ahogy megy előre, és egyre több húrt nézzük egymás után, bennünk is tisztul a kép, és majd az elfogjuk mondani a végén egy konklúzió, de hogy elképesztő, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tanulságos, hogy egy gitáron, igen, egy időben, nem hónapok múltán, egy másik húrám, az azonnal. Úgyhogy... Hát, én még biztos, hogy soha nem csináltam ilyet, hogy ennyire hirtelen hallani. Nyilván majd a felvételeket lesz tanulságos visszahallgatni a konkrétan egymás utániban, de na mindegy, nézzük a nagyon torzat. Nehéz.
Nekünk itt ugye szól a erősítő, ti most hangfalt nem hallottok, de hát itt van egy láda is, ami azért... Igen, én nem, ezt mondtam az elején, hogy lehet, hogy csak a vonalszandot rakom be, de lehet, hogy egy kis hatmód berakok így a mi mikrofonunkba, hogy azért érződjön a test, mert azért ez teljesen más. Hát tudom, nekem most ez nem, eddig... ezért mindenem van, mindenem van, és minden annyi van, kell. Nyilván nincsenek, tehát hogy ez nem egy speciális húr, mint például a kobalt, vagy a rozsnes acél. Ez egy olyan, mint egy normál nikkeles húr, valami kis trükkel nyilván, igen. De hogy ezt nagyon tudja. Ezt nagyon eltalálták. Igen. És egyébként azt nagyon sajnálom, hogy ezt nem sikerült szerezni, de van még egy vadi új Daddario húr, egy fehér csomagolású, ami nagyjából hasonló minőségnek néz ki. Azt még én sem próbáltam, ez még most pár hónapja vagy hete van egyébként a piacon, de egyébként arra is nagyon kíváncsi lennék. Azért ezeket választottuk, mert ezek gyakorlatilag majdnem mindenhol vannak. Van. Igen, tehát hogy bementek a boltba, akkor 90%-a ezeket meg fogjátok tudni venni, azt az újat még nem valószínű, hogy mindenhol. Szóval... Annyi az méregár, azt tegyük hozzá. Azt nem is tudom, azt nem is néztem még az árát. Mindennek a duplája. Igen? Jó, hát, ja. Szóval New York XL... Nekem Yesterday, igen, nyilván ez is drágább, de majd, hogy beszponzorál a Daddario, akkor ilyeneket fogok kérni tőle, és nem a simát. Ennyi. Hogyha most ez sokkal puhábbnak tűnik, mint az összes többi 9-es volt. Tehát lehet, hogy ez majd, hogyha valaki eddig használt egy X márka 10-est, és vesz egy ilyen 10-est, akkor ne lepődjön meg, hogy az is valószínűleg puhább lesz, mint az addigiak. Igen, hát a széntartalom. Igen. Saját kohóró, hogy... Te nevedd még le, mert mondjuk el, hogy mi lesz a következő, mert most érkeztünk az utolsó blokkhoz. Bevonatos húrok. Bizonyám. Ezt csak azért is a végére hagyjuk ezt a kettőt. De hogy most csak hogy lássátok, hogy nem tudom, hogy ott látszátok, hogy két elixírt, hogy az örök kérdés volt mindig a boltban, hogy mi a különbség a kettő között, majd mindjárt megkiderül. Meg egyáltalán ezek, meg az összes többi igen, a különbség. Igen. Ezt közé kell tenni nyilván ezt a bevonatos örni volt. Úgyhogy lesz egy kis csata is köztük, de nekem teljesen mi melyik nyer, csak jó legyen az a ja. Úgyhogy... Oké, akkor szerintem kezdjük az Ernie-vel. Oké. És hát az első bevonatos húrunk, Ernie-ból Coated Slinky. Utána néztünk most, de... Igaziból a gyártó oldalán sincsen semmi olyan technikai leírás az egészről, hogy ez hogy bevonatos, nanotechnológiával készült, azt írták... Titánium! Igen, ilyen szavak vannak, meg hogy mindennél jobb, nagyjából ez volt a leírás. Ugye a bevonatos húrok nagyjából annyit tesznek, hogy van egy ilyen tényleg baromi vékony réteg a húrokon, amitől az izzadság, a porra, kosz nem érintkezik közvetlenül a fémmel. És hát erre különböző technológiákat alkalmaznak a gyártók, ugye ebből az Elixir volt az első, és ezért ő a leghíresebb, de hogy létezik más márkánál is. Sokaknak egyébként többek között nekem is azért nem jó a bevonatos, mert nekem elcsúszik rajta a kezem. Ilyen mesztelentségen. Igen. De ettől függetlenül meg a tartósága tényleg összehasonlíthatatlan a normális húrokéval, tehát hogyha nem játszol túl sokat gitáron, a gitárodon, vagy valamelyiken kevesebbet játszol, de néha meg az van, hogy szükség, mert mondjuk backup gitár, akkor én például csak is bevonatos húrt tennék rá, mert az egy év múlva is nagyjából ugyanúgy fog szólni, mint amikor felraktad. Érdekes, nekem például akusztikusan van fönt. Ja, arra is nagyon sokat. Milyen régóta az a húr, ritkán használom, de hogy vicc, hogy még milyen sokáig bírják. Vannak olyan helyzetek, amiket azt kell választani, és kész. Van például olyan barátom is, aki például olyan a pH-ja a kezének, hogy egyszerűen szétmarja a húrokat, a normál húrokat pillanatok alatt. Nem kérdésnek, ilyet kell használni. Aki például fémérzékeny, olyan az ismerek, hámlik a bőre tőle, a normálhúrtól, egyszerűen ezt kell használni, és kész, nincs kérdés. Meg hát alapvetően tök jó húrok, hogyha ez a húr hozza azokat, mint bám, akkor igen. És tartós, akkor igen. Hibátlan. Na nézzük a szandját. Tiszta. Én nem, tök nem ismerem. Én se, nekem se volt még ilyenem. Elixírt már használtam, de ilyet még nem, bevonatosból. Thank you.
komolyan mondják a crispy, tehát hogy igen. Ez valósan. Ez, figyelj, ez... Ez de jó hang. Ez dög. Itt egy másik motyószólak. Igen, egyébként tényleg őrületes, itt legalábbis bent. De ahogy nézem, a jelet se pici a felvételen a többiekhez képest. Igen, egy nagy sündisznó. Igen, na nézzük. Kövér sündisznó. Nézzük a hidat. Nem nyúltam a hangerőpotihoz, ja. Esküszöm. Tehát, hogy... Hát, gyerekek... Igen, itt valami nagyon... Ez már nagyon más, mint egy. Igen, igen. Ezt nem tudom, de és nem, tehát nem érzem most azt, hogy elcsúszna a kezem. Uh-huh. Tehát nincsen ilyen... De nagyon finom a tapintása. Igen, viszont. Nincsen elixír érzésem, mert nekem ott az borzasztóan előjött. És tök jó a touch, meg az érzés, a nyújtások, tehát... Tehát ezt nem mondanám meg, hogy ez kótit, hogyha csak uh-huh. úgy fog meg, és játsz rajta egy... pár percet. Na jó, nézzük a torziós csatit. Erős erőteljesebbségre igen. Számítottam. Igen, ropogósan szóval szintén, hogy nincsen igen. Igen. Valahogy én is azt gondoltam, hogy izé lesz. Jó, és akkor még az utolsó. Baromi jó érzés rajta játszani. De hogy rendesen... A nyújtások jó, tehát nem, nincs feszülés itt se. Keményebb érzés, mint a New York XL volt, tehát nem annyira puha, de mondjuk puhább, mint egy Cobalt 9-es, annál biztos. Igen, csak hogy például most egy nagy génen tök jó szóval. Igen. Csak kisebb génen... Kisebb génen? Nem akar, azt nem tudom. Nem tudom, mit játszok. Egyébként annyira meg nem bántó. Nehéz ez a szubjektivitás egyébként. Igen. Nehéz. Jó. Nekem ez adogatta. Hát tiszta hangon, egyszerűen elképesztő igen. Dinamika. Igen. Elképesztő. Gyerekek, maradt a két név, vagy nem tudom mi ez, a két elixír. Uh-huh. Az Optived, meg a Nanoweb Coating. Jó, melyikkel kezdjünk, Tomi? Bright and Smooth and Crisp and Natural, ez a különbség köztük. Kezdjünk a Bright and Smooth-tal. Ez a félvilág használja. Igen. Ezt ismeri mindenki, és akkor végén majd jön meglepinek az. Oké. <Okay. laughs>
felkerült az első elixír húr, méghozzá a nanoweb, ezzel a vékony teflon réteggel bevonják úgy, ahogy van az egész húrt. Gyakorlatilag ugyanaz az Optiven meg a nanowebnél is. Itt a szand különbségek vannak. Fejlődnek nagyon, mert a poliweb, ami volt régen nekik, igen, az egy nagyon vastag bevonás volt, az tényleg dura volt, nagyon folytatta a húrt, aha, de ezek már nyilván lényesen kevésbé. Ez jött ki másodiknak, és ez a, ez a legfrissebb, ja, majd, ja, 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 amit utolva fogunk föltenni. Szandilag, bocsánat, közeláltam. És csak annyi, hogy szandilag van különbség, eltérés a kettő között, de hát itt ez, amit ő is ír, a nanoweb az kicsit fényesebb, a másik pedig crispebb. Én majd másképp fogom megfogalmazni ezt, de hogy alapvetően ez így igaz. Egyébként van fönn a honlapjukon egy ilyen frekvencia tartomány mutató grafikon, annak nyugodtan nézzetek utána, de hát egyébként meg a puding próbálja az evés, úgyhogy nézzük meg, hogy mit adnak, miután levettem a torzítót. Természetesen. Jó, jól indul. Na, tehát akkor elixír, nanoweb, tiszta csati, nyaki pick-up. Tetszett ő. Hogy mély magas emeltek tűnik, de középvágott konkrétan. Igen, igen. Nagyon, nagyon tetszett ős a hang. Ja, hát alja az van, az biztos. Igen. Középen lukos hang. Aha. Lukos. Jó hang, nagyon jó hang, és nagyon-nagyon sok hangszernek ez jól is tud állni. Ja, 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 a középvágott egyébként valóban. Azt nem lehet elvitatni. Nézzük a hídat. Van. Így van. Tényleg, ez rendben van. Oké. Okay. Mondja. Én leszek a gonosz, hogy viszont előfordul elég széleknél, hogy minden 20. csomagban van egy hamis húr. Tényleg? Igen. Igen. De el kell neki nézni, mert amit ezt tud, azt kevés húr tudja, úgyhogy ezt csak nem kell meglepődni azon, hogyha veszek egy húrt, felrakjátok, és hoppa, D-húr, de hamis. Hát akkor ezt le kell vágni, elrohanni boltba, külön venni egy D-húrt, ezt le kell nyelni néha, de csak hogy nem, hogy ott... Jó, de most itt a játékérzetet nézem, és én lehet, hogy akkor még polivebet próbáltam, mert hogy ezen nem érzem ezen se ezt a bevonatot. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy az Ernie Ballnál se volt az, hogy... Engem ez hogy, azért... Igen? Aha. Nem tudom, most nekem ez nem tűnik föl. De... Vagy röhely, hogy nincs be van a különbség, de ez mégis más tapasztalat. Igen? Igen? Na hát akkor kíváncsi leszek. Nézzük meg még azért torzítósan is őket. De rendben van. És akkor még az úzdós. Ez
csinált, amit akartál. Igen. Hú, gyerekeket, ez egyre nehezebb, tehát, hogy... Igen, szemétség azért, mert ez most annyira jól szól egyébként, igen, én is nagy génnel, hogy úgy visszaraknám, igen, ezt vagy ezt, most azon nyomva, hogy... Igen, igen, meg kell hallgatni, nincs be se egyébként, tehát így egymás után majd hát úgy is úgy lesz a videóban, hogy timecode-olva lesz az egész, úgyhogy tudjátok úgy hallgatni. De most mi még nem tudjuk. Mi most még nem, de baromi kíváncsi vagyok rá, hogy miket adnak. Jó, hát eddig egyébként nekem a kótidok, amennyire óckodtam tőle így az érzés, meg a csúszkodás miatt, de ugyanúgy az Örniból, meg mint ahogy most az Elixir, ezek nagyon kellemes meglepetések. Én Sandot azt nem féltem egyiktől se, hogy az nagyon rossz lesz, inkább az érzés, de egyébként meg különösen jól szóltak, és hogy nem volt rossz érzésem tőlük. Hát gyerekek, jön az utolsó. 23.49 van, úgyhogy csapassuk. Utolsó versenyzőhöz érkeztünk, Elixir OptiWeb. Hát nem tudunk többet elmondani róla, mint az, hogy ugyanúgy, amit az előbb is elmondtunk, itt Crisp és Natural szandokat írnak nekünk, hogy ez ilyen lesz. Mit? El kell fogadni. El kell fogadni. Ez így szól, ahogy szól és kész. Meghallgatjuk, de még elmondta itt egy baromi fontos dolgot, hogy miért is jó a bevonatos húrpluszban. Ja, igen, de vidés tanulóktál például, nem kell azon morfondírozni, hogy mivel kenegessem a felsőnyerget, hogy cseréljem-e graftekre, meg zsírozzam-e, meg mit csinálják vele, hanem egyszerűen nem kecsen semmit, csúszik, mert csúszik, mint a tapány. Igen. Úgyhogy, igen. Igen. Másik fontos dolog, ugyanebben a negatív irányból, vintage kulcsoknál, hogyha nem teszünk föl elég húrt rá, és nem fűzünk 8-as vagy ilyesmire, képes kicsúszni. Hogy az se jó, hogyha túl sokat van föltekerve, hogy ne csúszom ki, hanem nézzünk utána a speckó húrásokat, hogy ne csúszom ki, ennyi igazából semmit több. Na hát akkor nézzük a... Úgy kéne nézni, hogy elindítom a felvételt. OptiWeb, tiszta nyak. Hogyha egy tök más húr volna, mint hogyha semmi köze nem volna a hangalapján a két gyártyának egymáshoz. Érdekes. Igen? Neked ennyire? Nagyon. Nekem nagyon. Egy tök sejmes húr, ennek azért van közepe, elég. Nekem erre emlékezik egyébként. Hogy igen? Kicsit a pure kicsit vintage-ebb hangja, kicsit ilyen. De ez majd, ha visszahallgatja, kiderül, hogy tényleg jól van őt. Jó, nézzük meg a hidat. Szép. Rendben van. És érzésre is, tehát hogy minden jó lenne. Na végig összefoglaljuk, majd kíváncsi. Oké, na nézzük, kicsi torza. Ez nem is így játszottam el. Nem.
Lehet, hogy azért van, mert már múlt éjfél, de hogy lehet, hogy fárad a fülem is, én mondjuk ezt is jónak hallom. De ez jó. Engem... Én nem voltam, hogy ekkora különbség van hirtelen, mert ugye eddig, én úgy érzékeltem eddig, hogy ez egy középvágott hú, és nem is igazából magas mélyemet, a nanoweb, bocsánat, a nanoweb, igen, hogy bundogatok össze-vissza. Igen. És ehhez képest a Optiweb pedig egy középdúsabb, erősebb, de hát egy rohadtul másképp igen, szólt. Hogy igen. Ez egy, és tényleg ez a crisp. Igen. Tök igaz. Igaz, amit írnak erre, hogy bright, sand és smooth, mert tök olyan, ez meg tök igaz, hogy crisp és naturál. Tehát, hogy ez szépen le is írja. Nagyjából. Nézzük meg még a nagy G-t. Nincs. Gyerekek, Tomi, mire jutottunk? Az, hogy az emberek nem hülyék. Igen, fejtsd ki egy kicsit bővebben. Ugye, ami a legszélesebb körben használt húr, a legáltalánosabb, ami mindenben erős. Mondom én, jó? Igen. Hogy ez a húr, vagy Igen. Ez a kettő húr az, ami... Árérték arányban én is azt gondolom, hogy... És a legszélesebb, hogy ez föltehetem egy metalos csávol is, egy blúzarc is, és ezek mindent tudnak például. Nagyon jó. Tehát arra akarták kívülni, hogy nem véletlenül ezek a legnépszerűbbek. Igen. Igen, és ez a teszt most ez tökéletesen bizonyította, és mellé lehet tenni nyugodtan akár ezt is. Ja. Mondjuk ez sokkal drágább, de most ezt tegyük félre, mert ez annyival többet is nyújt tartóságban. Igen. Mellé lehet tenni. Aha. Egészen bátran. Majd nézzünk árakat mindjárt. Igen. Ez fontos, mert ez hozzátadik, hogy ez kell. Ami nekem még nagyon kellemes meglepetés volt, hol van? Ez nagyon jól szólt, de ez vintage hangra, ez Jenny. És ez a húr. Az nekem is. Nagyon jó szólt, igen. Hogyha nem számítana a pénz, akkor én vagy ezt választanám, vagy a New York X-et. Igen, az a kettő az nekem is kiemelkedő volt. Ha meg számít a pénz, mert már pedig ugye az egyelőre így van, akkor most egyébként én lehet, hogy ki fogom próbálni az Örnit, mert az nekem így tetszett kapásból. Lehet, hogy... Azért volt ennyi Örniból, mert ja, a különbözőségeket meg tudjuk hallgatni, ebből volt a sok különböző húra. A Pure Nickel, igen, a Kobalt, az acél. Acélhúr, ami itt van, igen, az is. Nem kiemelt támogató abszolút az Örniból, csak a variációs lehetőségek ebből a legkönnyebben elérhetőek. Igen, de nagyon szerettük volna azt, hogy minden márka itt legyen így a népszerűek közül, és hát szerintem egyébként ezt így sikerült is valamennyire prezentálni. És akkor árak. Egyébként, mert nyilván ezt itt nektek felgyorsítom, Tomi, mondd a húrt, én meg az áru keresem, vagy az árgépen megnézem a legolcsóbb magyar izét, nem mondok direkt boltot, de nem is a külföldi kitari muziker árakat nézem. Kezdjük a legnépszerűbbek először. Ne az, ez a végén majd, jó? Jó, oké. Nézzük ilyen brutális dolgokat, mint például
Az EB... 31-23, ez a quoted. Hát a webshopos áron itt, amit találok, a legolcsóbb hely, az 3990 forint, nyilván plusz kiszállítási díj. Tehát ez 4000, de inkább ez tehát hogy ez valamiért most itt extrém olcsó ezen a helyen, de 4500-5000 körül vannak inkább. Extrém olcsókat azt engedjük el, vagy nincs lejavítva az ár, igen. Vagy valami... Akkor 4500-5000 forint, és nyilván szállítási díj az pedig az adott cég nál más. Inkább vagyok azt, hogy besétálsz valahova érte. Jó? Tehát, hogy ne legyen 500 kilométerre a bolt. Ja. Szerintem akkor egy ilyen, hogyha bolti árat kell nézni, akkor szerintem inkább ez az 5000-5005 körül lehet ez. Az nem drága. Annyira, már manapság sajnos annyira nem drága. Bemondas húról beszélünk, és azt tudja, amit ígérnek, és az élettartama az olyan, mint a... Nézzük akkor a többi bevonatosat. Jó. Elixir, Nano, hát ez is az 5000 forint. Igen. Pontosan. Igen, hát akkor gondolom ez is. Nem, ez picit drágább. Igen? Tényleg? Jó, akkor keressünk rá. 300 forinttal nem vészes, de hogy... Igen, tényleg az, mit tudom, 200 forinttal drágább. Ja. Tehát nincs köztük akkora különbség, tehát hogy nem... Nagyon jól szólt ez az Ernie Ball, tényleg kifejezetten jól szólt. A tapintása nem annyira csuszamlós, mint ezeké. Igen. Jobb a tapintása, és hogyha ha tudja tartóságban azt, hogy azok, akkor ilyet, nem tudom, mert én nem használtam még ilyet. De nyugodtan egy kommentbe írtak hozzá, hogy aki tapasztalta ezzel az élettartamot, hogy milyen. Ja. Mindenféleképpen. Dario New York X-re én már áttértem most, mert az is még egy meg más árkategória. 0954. Mindegy, nagy ebben. 5290 ez is. Aha. Tehát, hogy... Hát, tartóságban ez nem tudja azt, mint azok, viszont hangban... Az teljesen más hangkép volt, igen. Így van. Ez azért ez... Bár mondom, mert nekünk is meg kell hallgatni a dolgokat, hogy olyan, mert... De itt ez annyira meg... Annyira kijön, tehát, hogy... Amíg minden húrban bele tudsz kötni a hangban valamivel, valamiért, ebben ez nem, nagyon egységes ebben nem volt, tudsz, igen. Igen. Oké. Melyikkel vagyunk kész? Ezekkel. Akkor Ernie Ball Cobalt? Akár. 4600-5000. Uh-huh. 4600-5000. Hát figyelj, ha belőlesz abba, hogy nagy ének nagy kell, igen. Ha sűrű hang kell. Igen. Ez dög. Igen, ez arra, tudja, igen. Ezt nagyon tudja. Annak is mondom, 2248. 2008 a webshopos ár. Az nagyon olcsó. Igen. Nézzük a Pure Nickelt. A Vintage Sand. Az 3000 forint környéke. Hol annyi, mint az összes többi. Ja. Tehát ez se egy extra nem. Kiadás. GH-s. Sub-Zero. Ezt így írjam be valami. Na, igen, mert szerintem másképp ezt a sima boomer fog megtalálni. Most csak a külföldi oldalon találom meg, de hát mindig mondjuk be, ez 3700 forintot írnak rá. Jó, és akkor Roto, hát... Nézzük meg azért azt is, 2003-2005. Na, igen. Ez ócsócska. Hát, igen. Ez mi ennek a száma, Tomi? Kérdez éppen 22-23. 2003-2005 innen indul. Tehát itt már nincsen szerintem, és akkor Daddario, az is ugyanennyi lesz, azt gondolom. Nagyjából igen. Ez most kicsit följebb van ez szerintem. Ez mi? Egyszer 120. 2500 forint. 2520. Ja. Az árva. Tehát nagy kerek árai magasabbak ennél egyébként. Én nagyon sok olyan dologra jöttem rá, hogy az eddigi rossz beidegződéseim, azok 70-80%-ban hülyeségek voltak. Aha. Tehát, hogy amit gondoltam az Elixirről, vagy amit... gondoltam mondjuk egy full acélhúrról, vagy... Uh-huh. Hát így 6 óra után lemerült a főkamsi aksia, úgyhogy átjöttünk ebben. De szóval ez volt a legnagyobb tanulság nekem, hogy el kell engedni a prekoncepciókat, és hogyha tényleg az van, hogy ki szeretné próbálni egy húrt, akkor felejtsd el azt, hogy mit mondanak a haverok, meg mit mondanak, mit tudom én ki. Ez a videó ilyen szempontból kicsit jó koncepció lehet, bár nem próbáltuk a metalt, nem próbáltunk ős blues-t játszani, meg mindent, tehát nyilván semmi, mindenre nincsen idő, tehát mindig arra kell koncentrálni, hogy nektek a saját kezetekhez, saját stílusotokhoz, saját gitáratokhoz
melyik húr a legjobb, de én most lehet, hogy váltok egy másikra, még nem mondom meg melyikre. Egyébként tényleg, mert következőre már lehet, hogy azt kérem, Tomi, hogy jó. Hozzam jövő héten a gitárt. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekem, mert ez tényleg egy őrült feladat volt, főleg neked 11-szer áthúrozni egy gitárt. Én meg köszönöm, hogy ilyen gitárt hoztál nekem. Hát az tényleg extra, nem púder senkinek, csak hogy egyszerűen elképesztő, hogy mennyire világosan lehet húr cserélni, zseni a kulcs. Nem, satus kulcsok, igen. Igen, meg pikpak lehet húrozni, nem kell vele vacakolni, nem ez is a tremolója, miközben húrozod. Nem kell állítgatni. Úgyhogy elörültem neki, hogy ezt hoztad el. Abszolút szerintem ez egy jó mérvadó gitár ilyen szempontból. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy vállaltad ezt az egészet, és hát holnap meg folytatjuk az akusztikus gitárokkal, úgyhogy nem lesz kisebb feladat. Srácok... Jobban izgulok, mert ma ez még újdonság volt, hogy ekkora meglepetések értek, de holnap már... Hát ez nagyon kíváncsi vagyok arra én is. Bizony. Srácok, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha bármi nyűgötök van a hangszerrel, akkor Tomihoz gyertek be, Lovag utca 6, 6. kerület. Ha tehetitek, akkor ne felejtsétek el, hogy támogathattok a Patreonon. Ezen az oldalon lesz majd fönn ennek a videónak a szandja, tehát csak a hangtesztek egymás után, onnan fogjátok tudni letölteni. Nagyon szépen köszi, hogyha itt voltatok, remélem hasznos volt, én nagyon élveztem, köszönöm szépen, Tomi, még egyszer, csőzzetek és találkozunk nem soká. Sziasztok!